számomra egy nagyon-nagyon kedves ember, annyira zavarba vagyok, ül most itt velem, nem is tudom, hogy kezdjek hozzá, fekszik, és szülinapos, és 80 éves, és nem látszik rajta Kós János, és ma van a szülinapod. Úgyhogy azért is vagyok zavarban, mert olyan megtiszteltetés, hogy a szülinapod napján bejössz. Egyáltalán elengedtek otthonról. Hát, miért ne engedtek volna hát, mert hogy nem reggeltől estig ünnepelnek? De, hát már reggel 7-kor hívtak. Szevasz, Jani, Isten éltesse sokáig. Mondom, szevasz, már milyen volt, nem találkozunk. Hol vagy? Tokióban. Van egy kis meglepetésünk, mert nem csak én fogok itt veled beszélgetni, csak... Na, ki az? Roli elbújt a háttérbe. Így van, szevasz. Jaj, de... Hát boldog születésnapot kívánunk. De teted le, mert én igen, igen, bár is mindjárt csinálunk még egy kis helyet a figyelj csak, teljes Jani, táv nevében. Hanyadik tortád ez most a szülinapi ünneplés sorozatban? Hát, nem tudom, hát otthon van egy gyönyörű nagy tortám, amit már átadott a feleségem reggel. Igen. Egy gyönyörű nagy tortám van. Ez aztán még most jön lesz. És mi, van rajta szám gyertya, vagy 80 darab nincs, gyertya, nem tetszett meg? Hát mindenki tudja. Minek, mi annyit fújkálni. Milyen érzés? Jó. Jó, tehát, mert azért te annyira jól tartod magad. Hát tehát én nem megéled, tudom, megéled úgy, hogy te 80 éves vagy? Hát most hogy egy kicsit rádöbbentem, tudod? Azért döbbentem rá, mert rengeteg olyan barátom van, akit már nem tudok felköszönteni. És mondom, milyen furcsa dolog az, hogy nincs itt a Hofim, nincs itt a Bajor, nincs itt ez, nincs itt az. Osztálytársam, akivel együtt ültünk egy parkba, most halt meg, ez halt meg, az halt meg. Hát mi ez? Na jó. Aztán utána intek egyet, ők meghaltak, de hát én még nem haltam meg, hát nem is fogok egy darabig. Nem tervezed, ezt mondjuk örömmel hallom. Ilyenkor a reggel. De, hát engem a munka, amit él, hát teged ez tart, nagyon életben tart. Úgyhogy tegnap is dolgoztam, holnap is megyek, holnap után is. De ma hát, nem? Ma nem megyek, ma jó. Nem megyek, ma jön a család, de hát például hónap után szombaton a Ferencvárosi Torna Klub lát vendégül és fel akar köszönteni, és ez minden évfordulón, tehát a 60-as, 70-es, 80-as, igen, és a régi nagy futballisták is ott vannak, és a legjobb barátaim, akinek az Újpestnek drukkolnak. Itt egy van, aki Újpestnek drukkol, az csak úgy Lábújhegyén jöhet. Jó küszöbb alatt bekúszik. Amikor azt mondod, hogy jön a család, az hány embert jelent nálatok? Hát a feleségem, hogy nem jön, ő ott van. Ő ott van, adott. Jön a lányom, a Réka, a párja, és a Rozi, az unokám, igen. És a Gergő, aki Zalaegerszegen él, a párjával jön majd, és akkor majd egy kicsit, igen, leszünk egy pár. De szereted ünnepelni egyébként? Mert van, aki így kiver a víz a saját szülinapjától egész életében. Én mondjuk mindig szeretem, mindig megünneplem magam. Tehát nem probléma, nem hogy a többiek te, köszöntenek. Csak, nem csak te nem csak én, de én mindig. hogy én szeretem, ha szülinapom van. Te ezzel hogy? Hát ez nem csak hogy szokás, hanem ez azért valahova eljutott az ember. Ilyenkor elkezd gondolkodni, hogy most a kutyafáját már 20 éves vagyok. És még nem értem el azt, amit arra szeretnék érni, de most már 30 éves vagyok, és ha ezt elértem, akkor most jöjjön a következő. És én örök életemben klasszikus zenész akartam lenni, oboa hangszeren, diplomáztam az akadémián, és mindig csak az akartam lenni, mindig az akartam lenni. Aztán úgy hozta a sors, hogy mégse ott futottam be, hogy úgy mondjam, hanem ott lettem népszerű, hanem a könnyű műfajba. De például... Ez nekünk nem baj? Nem baj. Nem. Nagyonnan ismerünk. Egyáltalán nem baj, mert először is, hogyha beülök a kocsiban, mert 57 éve vagyok a szakmában, mindig én vezetek. Tényleg? Mindig oda-vissza. És hát egyszer nem én vezettem, akkor úgy szedtek ki az árokból minket, de mindig én vezetek, és akkor beülök a kocsiba, akkor bekapcsolom a rádiót, és hallgatom Verdit, Mozartot, Beethoven, Puccinit,
És van, Pavarottit. Van most is valami nagy terv, ugye 20-nál, 30-nál volt, most így 80-nál is van valami, amire úgy, úgy készülsz, és azt mondod, hogy ezt még mindenképpen? Hát annyi van, az egy nem olyan nagyon soká lesz, meg gondolkodtunk azon, hogy mikor legyen egy olyan koncert, ami, ami megünnepli az embernek a 85. életévét. És akkor végül is úgy döntöttünk a szervezőkkel együtt, meg mindenkivel együtt, hogy nem ebbe az évben csináljuk, mert most mindenki már figyel a karácsonyra, meg jön az új év, meg ez, meg az, meg amaz. Nem, nem. Február 2-án lesz egy, a Művészek Palotájában lesz egy nagy koncert, ahol én szeretném lekonferálni az egészet, és az egészet levezetni. Szeretném bemutatni még egyszer az egész könnyűzenei pályámat, tehát a pénzügyőr ruhába is fogok énekelni egy dalt, mert pénzügyőr zenész is voltam, és akkor frakba is fogok énekelni egy dalt. De van kedved és energiát hozzá, teljes mértékben. Van, persze. Ötözködni nem nagyon szeretek, de... Jó, hát gondoltam, hogy ezt nem te találtad ki, hogy több szett ruhába. És mi a helyzet a születésnapod? Mert ugye van itt egy kis kavalkát, hogy november 21-e vagy 20-a. Zavar. Igen, hogy nem kavalkát, ezek tények, hogy hát én Erdélybe születtem, és hát volt nővérem, és mikor megszülettem, akkor a apám elment a jegyzőhöz bejelenteni, hogy na végre született, megszületett Jani. A fiam is van, megszületett. Akkor azt mondta a jegyző, hogy na jó, hát akkor csináljuk meg a papírokat, írjuk be. Addig nem csinálunk semmit, amíg nem iszunk a fiam egészségére. És benyúlt a zsebibe, és kivett egy liter pálinkát, ketten megitták. És rögtön időeltolódásra keveredtek. Hát a jegyző keveredett időeltolódásra, az apám most mondta, hogy 1937. november 20, és ő bemérte a 37. november 21. Megmondta, hogy hát nem tudom, mit gondolt. És ez így maradt? Mert ez így maradt? Ez így maradt, az úgy maradt, hogy 20-án születtem, és, vagy 20-án születtem, és 21-e van beírva. A születési anyakönyvi kivonatban is románul, mert ugye akkor Erdélybe születtem, tehát oda tartozott. És nem volt ebben semmi baj, csak ott lett. Nem baj, csak az volt a furcsa, amikor már népszerű lettem, és ismertek külföldön is, és meghívtak valahova, akkor jött a határőr, mondta, művész úr, jó napot kívánok, na, megyünk megint, jó van, akkor útlevélvizsgálat. Mikor született? 1937. november 20. Na ne hülyéskedjen már, most megint ideadta nekem ezt a 21-et, mert 21 volt benne. Azért megint hülyeséget, adja ide a rendeset, mondom, ez a rendes, hogy ekkor születtem és ezt írták be. És akkor voltak ilyen problémák, nem súlyos problémák, persze, csak ilyen nevetséges problémák voltak. És akkor aztán apámmal megbeszéltük, hogy hát neki is bele kellett egyeznie. Azt mondja, fiam, kóssal lettél, kós. Hát már azt sem. Nem én választottam, mert amikor a Marton Frici felkért arra, hogy a 1960-ban a Zeneakadémián két előadásba vegyek részt, karácsony első és másnapján, akkor hát ott lettem én tulajdonképpen kós, mert nem akartam elválni az Istennek se, és mondták a srácok, de vállald el, hát annyi hülyeséget csinálsz, mindig konnyikálsz, meg mindig parodizálsz, meg ilyen, közben Mozartot gyakoroltam egész nap, meg Beethoven, meg Bachot, de aztán, na jó van, mert azt mondta Marton Frici, fizetünk is, mennyit? Ja. Akkor jövök. Akkor megmondta az árát, előadásonként 150-et. Pénzügyi zenekarba 1250 forint volt a havi fizetése. Ó, az nagyon nagy pénz volt akkor.
Nagyon nagy, mert az MKL kávéházban, amikor dolgoztam. Ne is mondja, annyi órákig tudnánk. Mindig családos sztoriaid vannak, de akkor hagyunk ünnepelni, visszatérni a családodhoz. Azért ezt a tortát még vidd magaddal majd, jó? Ne hagyd itt. Így 20. Arra is. Köszönöm szépen. Boldog szülinapot még egyszer neked. Köszönöm szépen. Köszönjük.